A Szilassligeti Lakossági Fórumon, amelyen részt vett Gazsi Júlia, a Hungaroring Sport ZRT vezérigazgató helyettese, Franka Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva a békés egymás mellett élés és együttműködés fontosságát, tekintettel arra, hogy sem a település, sem a versenypálya helyét megváltoztatni nem lehet. Jakab Attila, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedés környezeti kutatóközpontjának vezetője összegezte az előzményeket, ismertette a megváltozott jogszabályi hátteret, és bemutatta a zajvédelmi intézkedések terveit. 2015. decemberében ugye egy jogszabálymódosítás került, ahol az egyik legfontosabb tényezője lett ennek a jogszabálynak, hogy ez a jogszabály itt a kettő jogszabály beütésre került a nemzetközi licenccel rendelkező versenypálya megnevezése, és innentől kezdve ezek a jogszabályok egyértelműen rendelkeznek arról, hogy egy ilyen versenypályának, mint a Hungaroring Sport Zrt., milyen követelményeknek kell megfelelni, mit kell ahhoz tennie, hogy jogszerű magatartásra üzemeljen, és milyen szankció jár azért, hogy ezt nem teszi, és még ezeknek az ellenőrző rendszeréről is rendelkeznek ezek a rendeletek. Az új jogszabályok értelmében ugye új kötelezettségek kezelő. Ezek egyik részről lazábbnak tűnhetnek, tehát van olyan rész, ami megengedő, másik részről pedig sok olyan kötelezettséget, majd mindjárt részletesen végigmegyek rajta, kötelez leírva jogszabályban az üzemeltető Sport Zrt. Részére, amit kötelező betartani. A megengedőbb változások közé tartozik, hogy a pálya új zajterhelési határértéket kérelmezhet. 50 decibel helyett 55 decibelt. Ezt a kérelmet a Hungaroring ZRT beadta, elbírálása folyamatban van. Ez a kérelem úgy adható be, ha emellett az üzemeltető intézkedési tervet készít, megnevezve, milyen vállalásokat tesz, például a rövidebb megemelt határértéken rövidebb ideig üzemel a pálya. Egy olyan közbenső megoldás született, amit egyébként a hatóság is elfogadott, illetve az ő kérésükre, hogy egy zajvédő, de egy zajvédő erdősáv, itt a térképen nem tudom mennyire kivenni, hogy azért komoly területen fekszik el. Segítsen már légy hogy milyen magas átlagosan? 5,8 méter, ugye ez abból fakad, hogy nem egyenletes a terület. És ráadásul ez egy kétszintű erdősáv, ami cserjeszint és lombkoronaszint. Ugye a helyi erdészettel konzultálva ugye azok a fafajták, amiket ebben a környéken és a területen meg tudnak maradni és hosszú távon maradni. Ez az erdősáv kombinálva van egyébként két zajvédőfallal, ami a képvonalak láthatóak, és egyébként a hosszabb képvonal, az pedig az ide tervezett elkerülőútnak a nyomvonala, ami azért érdekes, mert az az elkerülőút ott egy a bevágás feltöltő, tehát van egy ilyen medence, ez teljesen feltöltem egy, tehát egy ilyen 4-5 méteres töltésen fut az út, aminek szintén zajánlékoló hatása van. Ugye mi első körben enélkül az út nélkül terveztük meg. Háromféle megoldás jött szóba egyébként a zajvédelmi töltés, ami nem olyan szép szerintem ezeken a területen. Ugye a zajvédő fal, ami nem az épületek határaiban, és a zajvédelmi erdő, ami mind a kettővel lehetett volna ugyanazt a hatást garantálni. A Sport Zrt. Vezetése zöld beruházás mellett az erdő felelőzése mellett döntő. Jakab Attila felhívta a figyelmet arra, hogy ezzel párhuzamosan az új szabályozás a pályahasználat idejét 8 és 22 óra között legfeljebb 10 órában korlátozza. A folyamatos zajterhelésre alkalmas monitoring rendszert is ki kell építeni, amely 2018. január 1-től minden nap 8 és 22 óra közötti időszakot ellenőriz.
Ennek alapján adatokat kell szolgáltatni a hatóságnak, amely túllépés esetén szigorú bírságokat szab ki. Gazsi Júlia vezérigazgató helyettes felidézte, hogy évek óta együttműködnek Kerepes önkormányzatával, ennek részeként a településen néhány beruházás a Hungaroring finanszírozásával valósult meg. Folyamatban van az idei hasonló célú együttműködési terv kidolgozása. A polgármester nevén is nevezte az együttműködés eddigi eredményeit. Amit elmondott itt Júlia úr, hölgy, Kerepes város és a Hungaroring együttműködése az előzőekhez képest szárba szökkent önéletben is, hogy azért a Kerepesnek, főként ennek a résznek, ahol leginkább viselik el a zajt, jelentett segítséget, előnyt, óda, ablakcsere, óda szigetelés, állomásnál az aszfalt kialakítása, és el a továbbiakban együttműködést szeretnénk, mert el kell viselnünk egymást. Egy állami cégről van szó, tehát az, hogy itt megszűnjön ilyen, és 2024-ig, azt hiszem, 26-ig. Bocsánat, 26-ig, tehát függetlenül, hogy milyen kormány van, honnan fúj a szél, ez ott fog maradni. Tehát az, hogy vannak vitáink és vannak súrlódások, de van egy együttműködés, van egy olyan, hogy mindketten igyekszünk ebből hasznot is húzni, mert nincs más választásunk, és ezt én így tartom helyesnek. Természetesen akkor, amikor probléma, azonban kell találkoznunk és vihaskodnunk adott esetben, de az együttműködésben kell tartani, nekem az a véleményem, és ennek vannak erőnyei a város számára, és ezt is vegyük figyelembe. Most a soron következő lakossági hozzászólásokból idézünk, amelyekből kiderül, a lakosság türelme kissé fogytán van. Azért adtunk be fellebbezést a legutolsó kormányhivatalos kapcsolata, a kormányhivatalán legutolsó engedélyeztetésük kapcsán, mert egyrészt nem volt megemlítve egy csomó olyan tényező, ami alapján abban reménykedhetünk volna, hogy csökkenni fog ez a jelentősen ez a zaj, másrészt pedig azért, mert az nem hangzott el, hogy nem 55 decibelre fog csökkenni a zaj, hanem 70 decibelre az új kormányrendeletnek meghatározott legmagasabb megengedett érték, ami a 40 napból is csak 10 napra vonatkozik. Arra vonatkozólag, de magyarul 3 decibeles csökkentést irányoztak elő, 72,89-ről 70-re, vagy 69,89-re kb. Mindannyian tudjuk, hogy ez a 3 decibel érdemben semmit nem jelent az ítélőknek, viszont ki lehet pipálni azt a jogi hátteret, vagy legalábbis azt lehet mondani, hogy jogszabálynak megfelelően jártunk el. Arról nem beszélve, hogy a monitoring rendszer, ahogyan meglehetősen büszkén említették, hogy ez kötelezettségekkel is jár. Nos, a rákövetkező év, tehát a szabtás tárgyévben mért adatok, rákövetkező év 15-éig, március 15-éig kell eljutatni, és utána lehet esetleg bármifajta bírságról szó, de csak akkor, ha már befejeződött a zajvédő intézkedésnek a hatása, tehát pontosan a zajvédő intézkedés már eléri azt a hatást, magyarul megnőtt az erdő, ami viszont nincs rögzítve abban a beadott intézkedési tervben, hogy ez mikor történik. Itt az emberek 30 év óta a megoldást várják, nem a terveket. Senki nem kételkedik az ön szakképzettségében, az ön cégének. De a megoldás, konkrétan menjünk ki, és mutassa meg 30 éve zajvédelemben, mi történt itt. Tehát mindenki ide jön, előadást tart évek óta. Ilyen munkát végeztünk meg, az előző cég meg most ön átvette, és majd 8 év múlva elérjük ennek a zajnak, az egyharmad részének a csökkentését. Ezek az emberek nem erre várnak, mi nem erre várunk, a megoldásra. 2007 óta küzd ez az egyesület ez ellen a zaj ellen. És gyakorlatilag a világon semmi nem történik. Végighallgattuk Palit urat, végighallgattuk Gyulai urat, végighallgattuk önt itt, ott az önök irodájában. És gyakorlatilag azt tapasztaljuk, hogy semmi változás nincs. Rágyújt a gittert, és komolyan mondom, az, hogy ja, hát arról meg nem beszélve, hogy megbeszéltük önnel személyesen. Ott voltunk többek is itt, az Éva, a férjem, többek. Amikor a polgármester úrral és a jegyző úrral önöknél tárgyaltunk. Elhangzott, hogy mint Szilastér Egyesület,
be fognak bennünket vonni. Olyannyira sikerült bevonni bennünket, hogy erről a jelenlegi találkozóról véletlenszerűen értesültünk. A rendezvény végén a Hungaroring Sport Zrt. Vezérigazgató helyettesét kértük összegzésre. Ennek a rendezvénynek az volt a célja, hogy a Hungaroring Sport Zrt. Tájékoztatást nyújtson arról, hogy mit tervez a jövőben, milyen zajvédelmi intézkedéseket tervezünk végrehajtani, illetve milyen olyan hasznosítási és egyéb korlátozásokat készülünk bevezetni, amivel a zajcsökkentést kicsit segíteni tudjuk. A szemmel látható, hogy az indulatok, illetve a zajcsökkentési témakör az még most is nagyon hangsúlyos a település lakosságainak körében. Hungaroring Sport Zrt. Eddig is, és a jövőben is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a lakossági panaszokat kezelje, illetve megpróbáljuk azt elérni, hogy a Szilastér Egyesülettel történő szakmai egyeztetést, amit egyébként mi kezdeményeztünk, a elkövetkező hetekben ezt az egyeztetést megtegyük, illetve a szakmai konklúziók után reméljük, hogy ezt a konfliktust valamilyen szinten említeni tudjuk.